A fényhíd az a villogó szerkezet, amit rendőrmentő és tűzoltóautók tetején láthatunk. Fényforrásként nagy erejű ledeket használnak, amik jóval tartósabbak, hatékonyabbak és takarékosabbak, mint a halogén izzók. A tartószerkezetet úgy tervezték, hogy a nagy sebesség se jelentsen problémát. A ledeket színek szerint modulokba csoportosítják. A modulok bármilyen sorrendben vagy elrendezésben beszerelhetők. A tartószerkezet edzett rozsdamentes acélpánttal kapaszkodik a jármű tetejéhez. Az alapanyagul használt fémlemezeket lézerrel vágják kellő méretűre. Végső formájukat az 50 tonnás prés alakítja ki, hogy tökéletesen illeszkedjen az autó tetejéhez. Itt azok az alumínium konzolok készülnek, amelyekkel a híd fehérfényű moduljai kapcsolódnak a tartószerkezethez. A konzolok másik szerepe a fénytestek által termelt hő elvezetése, ugyanis ha a ledek túlhevülnek, kiégnek. A tartószerkezetet hengerelt alumíniumból készítik. A számítógép vezérelte 6 lézerfej kivágja a szellőző és a kábel kimeneti nyílásokat. A fényhídba két vezeték is érkezik, egy, ami az energiaforrással, az akkumulátorral, és egy, ami a műszerfalba szerelt vezérlőegységgel köti össze. Az automatagép leméri és méretre vágja a kábeleket, majd mindkét végükről adott hozban levágja a PVC-t. Így hozzáférhető lesz a három vezeték, amelyek közül kettő szigetelt és fóliázott. Miután leszették a fóliát, lefejtik a szigetelő anyag végét, feltárva az ón bevonatú részdrótokat. A fő és a földelt drót végére érintkezőt húznak, majd egy fogóval rögzítik őket. A harmadik drótra is csatlakozó vég kerül. Ennek a drótnak az a feladata, hogy csökkentse az interferenciát, amit más források keltenek, mint például a CB rádió. A LED modulok fő alkatrésze a fény visszaverő. A visszaverő műanyag vázát egy gép elszigetelt kamrájába helyezik, ami kialakítja a fénybevonatot. A gépbe argongázt injektálnak, és több száz voltos áramot vezetnek egy alumínium tömbbe. A kiszakadó apró fémrészecskék a vákum hatására a műanyagon vékony fény visszaverő réteget képeznek. Hogy megnöveljék a modul vízszintes irányú szóróképességét, egy úgynevezett kollimátort szerelnek bele. A ledek hátlapjára szigetelő anyagot tesznek, majd összekötik a foglalattal, amit kifejezetten úgy terveztek, hogy elvezessék a hőt a fénytestektől. Az összeszerelt elemet összecsavarozzák a visszaverővel. Összekötik a drótokat, amelyek a kábelen keresztül a vezérlőegységbe futnak. A már kész modulokat letesztelik. Kezdődhet a fényhíd összeszerelése. Az alaplapot becsúsztatják a tartószerkezetbe, majd összekötik a kábellel, ami a vezérlőegységből érkezik. Bekötik a főkábelt, amiről a fényhíd az áramot kapja az akkumulátorból, és végül összekötik a modulokat is az alaplappal. Miután a fehérfényű modult rögzítették, következnek a színes ledes modulok, amelyeket a sínen csúsztatnak a helyükre. A modulok összekötegelt kábeleit összekötik az alaplappal. Miután ellenőrizték, hogy minden megfelelően működik-e, következhet a híd burkolata. Az első rész az alumínium tetőpanel. A tető után következnek a műanyag idomok. Az idomok gyűrűvel csatlakoznak egymáshoz, hogy az esővíz ne tudjon beszivárogni és kárt tenni az elektronikában. Az oldalsó idomok lezárják a végeket. Az utolsó teszt után a fényhíd készen áll, hogy felszereljék egy járműre. És készen áll a bevetésre is.